Több ezeren tüntettek szerda este Szlovénia fővárosában Ljubljanában az ellen, hogy a kormány kötelezővé tette a koronavírus elleni védettség igazolását a szolgáltatások igénybevételéhez és a munkahelyeken is. Az országban gyorsan romlik a járványhelyzet, az aktív fertőzöttek száma már március végi szinten van. A kormány ezért vezette be a szigorú óvintézkedéseket. Igazolványt az kaphat, aki be van oltva, az elmúlt fél évben átesett a betegségen, vagy az elmúlt egy hétben tesztelték. A tesztelés költségét a munkahely viseli, de aki nem működik együtt, azt meg is büntethetik a felettesei. Védettség hiányában gyakorlatilag csak élelmiszerboltba és gyógyszertárba lehet menni az országban.